Már hagyományosnak mondható, hogy az év végéhez közeledve a Pénzcentrum hírportál közvéleménykutatást készít, melyben a magyarok aktuális kedélyállapotát vizsgálják meg. A kutatás kérdéseivel igyekeztek az átlagos élet minden szegmensét körül járni. A válaszadáskor a felmérés kitöltői 1 -től 10 -től skálán fejezhették ki véleményüket, a 15 ezer válaszadó eredményéből pedig egy megyékre bontott boldogság térképet is készítettek. A képen látható ábrán a pirossal jelölt vármegyékben a legelégedettebbek az életkörülményeikkel az emberek, a fehérrel jelölteken pedig a legkevésbé. A pénzcentrum közvéleménykutatásán, kutatásán, melyben az emberek végzettsége, munkája és kora szerinti boldogságot is felmérték, fejér vármegye a 2022-eshez képest négy helyet lépett előre, azaz nyolcadikról negyedik helyet foglalja el a listán. A Vármegyék boldogsági ranglistáján tavaly is vasvármegye Vármegye el az első helyet, az utolsó helyen pedig 2023-ban is Nógrád Vármegye végzett. A kutatás korokra bontva is megvizsgálták, melynek eredményeként az jött ki, hogy a legboldogabbak a 41-55 év közöttiek, a legkevésbé boldogok a 25 év alattiak és a 25-40 év közöttiek. Ennek okáról az utcaemberét is megkérdeztük. A 26 éves Zámbó László arról beszélt, hogy hogyan látja a fiatalok helyzetét. Manapság egy fiatalnak szerintem sokkal nehezebb dolga van, mint mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt felnövő fiatalnak. Tehát most már azért az, hogy valakinek saját lakása, saját autója legyen, amit nem hitelből vásárolt, hanem a saját pénzéből, ez szinte elképzelhetetlen. Szerintem egy mostani 20 évesnek nagyon sokat kell alapvetően aggódni a saját fenntartásán. A tavalyi évben a foglalkozások és végzettségek alapján a vállalkozók és a doktorátussal rendelkezők a legboldogabbak, a legkevésbé pedig az alkalmazottak és a nyolc osztályt elvégzők Magyarországon.